Tisztelettel köszöntelek benneteket a Veszprém Petőfi Színházében zárló társulati ülésén, és szeretettel köszöntöm Brányi Mária, Veszprém megyei jogúváros alpolgármesterét. És mindjárt fel is kívánom, hogy mondja el köszöntőjét. Tisztelt jelenlévők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezzel a nagyon sikeresen lezárult színházi évaddal, illetve az ettől való búcsúzással az önök körébe mehetek. Egy olyan évadot sikerült idén is lezárni, amelynek talán legjelentősebb is a minőség volt. Minőségi teljesítmények, produkciók részeseivé válhattunk, ismét felemelő érzésben lehetett részünk, valahányszor a színház falai közé kerültünk. És nem csak a színház falai között volt alkalmunk az önök munkájával találkozni, hanem rengeteg egyéb területen is találkozhattunk, ahol a színház társadalmi felelősségvállalása volt része a veszprémi városi életnek. Gondolok itt akár a véradásokra, egészségügyi, jótékony rendezvényekre, illetve valamennyi olyan közéleti megmozdulásra, amelyel a városi értékek mellé a színház társulata is mellé áll. Én azt kívánom, hogy az elkövetkezendő időszakban ugyanez a magas minőségi partneri munkát végezzünk ebben az esztendőben is, és nagyon várjuk azt, hogy a kulturális negyed megvalósuljon, és ennek a szívében lévő színház is eljusson a rekonstrukcióig. Erre azért várni kell, és azt is tudni kell, hogy ehhez majd komoly kormányzati akaratra is szükség lesz, mert ez az épület az építészek szakvéleménye szerint Magyarország első 50 épületének az egyike, amelynek a felújítása nagyon igényesen kell, hogy megtörténjék. Ehhez viszont komoly pénzre van szükség, amely abban az összegben, amelyet remél a város, hát nem tud teljességgel ott lenni, mert akkor el is vinni nagy részt azt a pénzt, amit erre a negyedre fordítani lehet. Úgyhogy itt mindenképpen komoly beszélgetéseket kell folytatni a kormányzattal, hogy komolyan vegyenek.